A befagyasztott üzemanyagárak miatt bezárhatnak a kis és független benzinkutak. A jelenlegi határozat értelmében 480 forint lehet az üzemanyagok legmagasabb literenkénti ára. Jelenleg a piaci ár jóval magasabb, a különbözetet pedig a kutaknak kell kitermelniük, amely állításuk szerint lehetetlen. Így egy lehetőségük marad a csőd helyett, hogy bezárnak. 480 forint egy liter benzin vagy gázolaj ezen a benzinkúton. Most mindenütt ennyibe kerül az üzemanyag, legalábbis május 15-éig. A kormány ugyanis befogyasztotta az árakat. Ez nem jött jól a kis kutaknak, mivel olcsóbban kell adniuk az üzemanyagot, mint amennyiért kapják. Így csak veszteséggel tudnak működni, ami azt jelenti, hogy hamar a csőt szélére sodródhatnak. Azzal érvelnek, hogy nem ők akarják fizetni az autósoknak adott állami kedvezményt, ezt fizesse a kormány, például csökkentse az áfát. Három, hát a forgalomtól függően persze, ez lehet akár 4 millió forint is. Ezt nem tudjuk hosszú távon vinni, ezért a cégvezetés is tulajdonos úgy döntött, ha ez nem változik, akkor ha a készleteink elfogytak, ami nem azt jelenti, hogy csak mára van, akkor sajnos meg kell lépnünk azt, hogy bezárjuk a kutakat. A vállalkozás három kutat üzemeltet Tolna megyében, egyet itt Őcsényben is. A béreket még ki tudják termelni, azonban a működésre alig maradt pénzük. Ha be kell zárniuk, csak egyben reménykedhetnek, hogy újra kinyithatnak, ha normalizálódik az üzemanyagára. Addig viszont a faluból a 10 kilométerre levő megyeszékhelyre kell járniuk, többek között a traktoroknak is tankolni, ami pluszköltséget ró a gazdákra. Hát akkor sajnos szexádról kell hordani üzemanyagot, ami azt gondol gondolom, hogy napi szinten igen, meg a kis embereknek, akinek 4-5 liter benzin kell egy favágáshoz éppenséggel, tehát azért bemenni szexádra, akkor az megdrágítja az életet. Illetve az a település komfortfokozata csökken azzal, hogyha nem lesz benzinkút, mi van itt autómosó, minden kiszolgálás. Holoda Attila energetikai szakértő az ATV startban azt állította, bizony vannak kivételezettek, ha a kompenzációról van szó. Az állam hozott egy intézkedést, meg bekövetkezett valami fajta

magyar közdönyben megjelent rendelet, az nem rendelkezik arra, hogy hogyan kompenzálják ezt a veszteséget a kutasok. A kiskutak tulajdonosai most összefognának és arra kérnék a kormányt, hogy minél előbb hozzan létre egy olyan elkülönített összeget, amiből kompenzálni tudják a kutakat az elszenvedett veszteségeik miatt.